A Sikerszféra együttműködő partnere a Mercedes-Benz Hovány. Partnerünk a Powerfluid italok forgalmazója, az Airwater Kft. Mi lenne, ha megtudná a titkát? Van egyáltalán receptje? A siker az, amit én annak érzek. Sikeres pedig az, aki este lefekszik és reggel fel kell. De a sikerhez nem elég idézeteket olvasni. Hisz a világ a példáktól fog változni, nem a véleményektől. Mi ez a fogalom általánosságban? Mit jelent? Kinek mit jelent? Ez egy olyan fogalom, egy olyan szubjektív fogalom, amit mindenki maga tud érezni. Mert tulajdonképpen hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez a fogalom, mindegy mondjuk ki, a siker, az valamilyen úton, módon kapcsolódik a hírnévhez. De mind a kettő, hogyha jobban belegondolunk, mások véleményéből áll. És ez nem jó út. Jó kis karikák így legyen. Jobban jártuk volna, ha életlen marad a kép. Aha, jó, hát ez így jó lesz. Hú, de jó reggelt. Hú, de korán van. De vár minket Barcelona. És a kávé. Az igazán idióta nő az, aki iszonyatosan készül, és elhozza magával a bankkártyáját és az útlevelét, mert azt gondolja, hogy arra van csak szüksége. És az az igazi istencsapás, amikor rájössz reggel, hogy nincs otthon kávéd. De van túlélőkészleted, és ezzel fogod megoldani a napi kávébeviteledet. Nem szemet rajzolok magamnak, mert az tök mindegy. Jó vagyok így is, főleg Friderikus Sándornak. Na szóval ez a reggeli kávékészítés, megmondom, hogy működik, forró víz, instant kávé, tolni bele, összerázni, és indulhat a mellett váránk Barcelona. Végestem végig jön a plázs, és végestem végig jön a tenger, és a templom mögött megfolytatódik tovább. Ilyen plázs hangulat van, olyan, mintha állandóan szabadságon lennél. De te erre vágytál, hogy állandóan szabadságon legyél? Igen, igen, abszolút. Miért volt szükséged erre? Hát figyelj, nem akarok már alkalmazkodni. Áprilisban Spanyolországba költözött. Felszámolta magyarországi érdekeltségeit, varodáját, otthonát, Sitges-ben nyitott galériát. Ismert embernek lenni, vagy hírességnek lenni, az mindenhol a világon egy nehéz feladat. Mert az emberek közel akarnak menni érthető módon, meg akarják ismerni a másikat, sokszor tapintatlanul viselkednek, nem tudják a mértéket, de ugyanakkor meg van egyfajta kedvesség is azért, ami egy jó leső érzés, stb. És nem is ezzel van a baj. A baj akkor kezdődik el, amikor átmegy egy ilyen negatív felhangú, személyeskedő, kurkászó a mienségedet, a vallásodat, vagy a hovatartozásodat, vagy éppen a politikai nézetedet, identitásodat. Kurkászó, firtató, megvitató, gúnyoló, azon lovagoló, tehát ez... De akkor úgy beszélsz erről... Spanyolországban ez nincsen. Ahogy ezt mondtad, így az volt az érzésem, hogy olyan szinten megcsömörlöttél akkor, mert hogy csak ezt tapasztaltad Magyarországon, ezt a fajta nem kedves közeledést, hanem ezt az akadékoskodó... Hát figyelj, most érted, ott vagy a közösségi médián, ott vagy az Instagramon, ott vagy a Facebookon. Az nem egy normális dolog, hogy nekem, mint hírességnek 6-8-10 admin felvigyázza folyamatosan az oldalamat, hogy ne legyenek benne ezek a
Trágár, gondolom. Trágár, közönséges, becsmérülő, alpári, gúnyolódó, nevetségessé tevő. Tehát ez egy nem egy normális dolog. És tudod, miért kifejezetten bosszantó ez a dolog? Mert tényleg mondhatják rám azt, hogy én szerénytelen vagyok. Na de a kislábújammal nem ér föl. Hát csinálja utánam, érted? Legyen olyan alkata, mint az enyém 60 évesen, végezzen el 2-3 egyetemet, beszéljen 3-4 nyelvet, kvázi anyanyelvi szinten, csináljon meg egy nemzetközi karriert, mint ruhatervező, azután írjon meg 4 darab, egyenként 800 oldalas regényt, és 2 hónap alatt legyen ismert ember Spanyolországban, mint képzőművész. És ha ezt megcsinálta, akkor dumáljon, akkor pofázzon. Most mosolyogsz ezen, de biztos vagyok benne, amikor például letiltottad az oldaladat, szóval akkor lehetett valami olyan dű benned és értetlenség, az igazságérzeted, ami... most is indulat van, tehát én bennem most is ugyanolyan indulat van, mert tudod, minden egy, szokták mondani, az asztrológiában is minden egy, minden összefügg. És amikor ugye megy ez a tohuba bohu, hogy akkor Magyarországon miért olyan, meg Magyarországon miért olyan a helyzet, meg nem tudom én micsoda, akkor abban ez is benne van, hogy egymást teszik tönkre az emberek. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Azért jöttem feketébe. Miért? De tényleg, hogy ne látszódjon a mikropor. Nem kell egyébként, hogy a filmben az én dühöm benne legyen, ez most csak ilyen bemelegítésnek jó. Bemelegítünk. Magyarországon pad, én azt látom. Pad. Szóval, hogyha a Magyarországon minden területen a középszer uralkodik, akkor ne várj mást. Hát. És hogyha azt látod, hogy fejlődés sincsen az ügyben, hogy ez megváltozzon, vagy például a kommunikációnak valaki határt szabjon. Egyetlen egy dolgot lehet szerintem tenni, akinek nem tetszik, szedi a sátorfáját és elmegy onnan. Slusz. És akkor azt mondják, hogy visszafele köpköd, nem köpködök én vissza, én felőlem. Sárét, udvari alsón, mindenki úgy él, ahogy akar. Érted? Engem ez egyáltalán nem foglalkoztat. Ha neki jó, örülök neki, gratulálok. Tudod, mi nem megy Magyarországon? Én megmondom neked, amit szerintem pokollá teszi a másképpen vagy másféleképpen gondolkodó emberek életét, a másik ember békén hagyása. Na ez nem megy Magyarországon, érted? Ez egy alapvető probléma, hogy a másik embert nem akarják az Istennek se békén hagyni. De tudod mi? Ez érdekes, amit mondasz, mert ez befolyásolhatja például azt is, hogy valaki sikeressé váljon? Igen. Azt, hogy nem hagyják érvényesülni, igen, dolgozni. Igen. Az énekesnő kövér, a színésznőnek X lába van, a festőművész tehetségtelen, a politikus szar, a nem tudom én. Tehát, hogy itt mindig a másikkal való foglalkozás, és mindig a másiknak a baktatása. De jól néz ki egyébként meg. Igen. Terveid voltak, amit fájt, hogy keresztül húztak ezek a számítások? Figyelj, én velem nem lehet kibaszni, mert én egy ilyen cápa típusú áldáz ellenség vagyok. Tehát tudod, szokták mondani, hogy a Náraival szemben, hát igen, a Náraival szemben csak a megsemmisítés, érted? Tehát, hogy én nem, tehát én velem nem lehet kitolni, mert hogyha valaki engem nem enged kiállítani Budapesten, akkor én kiállítok Barcelonába. Eddig kiadott kötetei a könyvkiadó eladási listájának élén szerepeltek. Most került a legújabb könyve a polcokra, de már a következőt írja. Figyelj, az én foglalkozásom végül is
az íróságot leszámítva konvertálható. Tehát ez mindig is egy konvertálható foglalkozás volt. Érdekel. Te jól szórakozol. Én szórakozom közben, és rohadt sok pénzt keresel. Igen. Te egy sikeres, ismert ember vagy. Hát ez igaz. Mikor érezted igen. először ennek a súlyát, a pozitív vagy, amikor tényleg te is felfogtad azt, hogy egy, a mondanódnak, a tetteinek súlya van, következménye van, befolyása van? Én inkább, de ez is megint gondolom a gondolataimból, meg az alkatomból következik, én ennek inkább a hátrányát érzem, mint a pozitívumait. Azok az emberek, akik megélik a saját sikertelenségüket valami miatt, mert pont most gondolkodtam el azon különben, hogy tényleg, hogy mi a rossz seb okozza ezt, hogy senki nem jól van, semmi nem jól van, soha nem jól van. Tehát, hogy ez mi a rossz seb okozza ezt az egészet, és én arra jutottam, hogy valószínűleg ebben egy igazságtalanság érzés van legmélyebben benne. Amikor a rendszerváltás volt, a nagyapám azt mondta, hogy hú, gyerekek, mi nagy eufóriában voltunk, éppen jöttem haza Párizsból, csomagoltuk befele a bőröndöket, minden, anyám sírt, hogy ne gyere, fiam, én megmondtam, hogy de jövök, apám mondta, mindegy, ő tudja, nagyapám megmondta, hogy nagyon kell ezzel vigyázni, mert itt 25 év múlva lesz a nagy baj. És akkor kérdezte, nem tudtuk, hogy most ez honnan van ez a jóslat, vagy nem tudom, és aztán majd meglátjátok. Az egy háromnegyednyi emberöltő, akkor lesz a probléma, mert fiam, a demokrácia intelligens embereknek való. És ez egy olyan társadalom kritika volt a részéről, amire most egy egész ország felhördülhet. Tulajdonképpen az emberek nem nagyon szeretik az igazságot, de szerencsére ez az igazságot nem érdekli. Na, ennyit a politikáról. Ezt a kis rövid monológot hallhattuk, nájából. Ez volt az adás, köszönjük szépen. Most már nem is forgatunk, tovább menjünk ennyi a strandra. Csába, érted? Ennyi volt. Mennyire tudatos egyébként, hogy például most azokat a színeket hogyan kevered? Vagy van, ami adhok jön? Nem, semmi nem jön adhok, mert én előre mindig eltervezem, hogy mi az, amit látni szeretnék. Tudod, ezt nagyon szeretem, mikor szokták mondani, hogy ja, hát ilyet én is tudok. Hát rajta. Ugye látod, hogy itt én a vászonnal házasságban vagyok, tehát én, és akkor ez most ugye már egy hónappal ezelőtt megfestett, ez az utolsó fázis, amikor ezzel most nem festékkel, hanem aranylemezekkel bevonom ezt a felületet. Hát ez most már ugye az utolsó utáni fázis. Érintkezik velem, rálélegzek, érted? Mi itt vagyok. Fogom, tapogatom, simogatom, rá megy ezek a vásznak, ugye azt szoktam mondani, hogy ezek elviszik kvázi az én DNS-emet. És akkor ugye csinálom, és akkor a végén valaki azt mondja, hogy akkor te gyere velem. Hát én meg ott halok, megérted, hogy hova viszik. Nem akarod adni? Nem is szoktam minden képet. És mindenkinek? Vagy megválogatod, hogy kinek, mikor? Hát van, akinek nem. Tehát nem tudom. Akkor mondod, hogy nem eladó? Igen. Mondjuk erről nem szívesen beszélek, mert ez butaság. Csak szóval nem akarom mindenhova a gyerekeimet oda nyomni.
ez egy kis raktár, itt vannak az eladott képek, ezek szállításra várnak, itt vannak a csomagolóanyagok. Hát képzeld el, hogy egy hónap alatt a FedEx-től special accountot kaptunk, annyit szállítottunk a világba mindenfelé. Hogyha kétségbe vonták a te képességeidet a ruhatervezésről, akkor meg kell nézni, mit. Ha kétségbe vonták az írásról, akkor meg kell nézni, mennyit adtál. Ha kétségbe vonták a festést, meg kell nézni, hogy mennyit adtál. Hát most nem akarom publikus, pont azért hívott félre a társam, mert most jött meg ugye a könyvelszámolásom, hát egész elképedtem a saját jogdíjamtól. Mi a nagyobb erő? Magadnak bizonyítani, vagy másoknak? Magamnak. Én mindig elmondtam, hogy önmagam számára én magam jelentem a legnagyobb kihívást. Meg a veszélyt is, ahogy így látom. Hát az főleg, mert most éppen pont arra gondoltam, most leadtuk ugye ezt a könyvet mindjárt, most, és pont arra gondoltam, tudod, hogy az anyja köcsög itt, hogy már megint nem a pihenésen jár az eszem, hanem azon, hogy már hogy tudom a következő kiállításomnak az anyagát előkészíteni, miközben pedig hát baromira, érted, pihenni kéne inkább. Nagyon fegyelmezett vagyok, makacs, öntörvényű, szigorú, kíméletlen és kegyetlen, és magammal szemben is az vagyok. És akkor nem engedem meg magamnak ezt a lazítást. És nagyon, most már nagyon kell erre vigyáznom, mert ezt egyszerűen meg fogom ebben magam ölni. Gonosz vagy magaddal szemben. Nem hagyod magad. Nem, mindenkivel szemben gonosz vagyok. Te hagyod, hogy megsimogassanak? Hú, azt a 700-át. Most nagyon gáz, hogyha azt mondom, hogy hát nem nagyon vágyom rá. Szerintem meg ez nem igaz. Azt mondod, hogy nem igen. Igaz? Hogy nem, hogy igen? Igen. Hát szerintem ezen majd gondolkodom egy igen. Kicsit, hogy valójában hogy van, de szerintem ez valami olyan erős álca, amitől folyamatosan véded magad, mert hogy azon már nem tudsz uralkodni, és akkor gyenge leszel, és azt nem akarod. Még ez is lehetséges. Vannak korlátaid? Igen. Sok. Sok, 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 sok. És a legtöbb korlátom szerintem az a saját személyiségemből adódik. Uh-huh. A saját személyiségemből adódik. Ha azt érzed sikernek, hogy szakmát adtál a kezébe két gyerekednek, hogy fölnevelted őket, hogy megmentettél egy kapcsolatot, vagy szereztél egy olyan kapcsolatot, amiben boldog vagy, vagy vettél egy autót, vagy megtanultál egy verset, vagy megoldottál valamilyen problémát két barátod között, akkor az a siker, amit te annak érzel, független attól, hogy ezzel kapcsolatban mások mit gondolnak. Tehát összességében véve én úgy élem meg azt az egész történetet, hogy nekem itt művészileg is, közönségileg is, ismertségileg is, nekem itt könnyebb dolgom van, mint otthon. Említetted, hogy a galériádban nincs kép 10.000 euró alatt. Mitől érnek már, ma már 10.000 eurót a nálai képen? Van néhány ilyen aukciós ház a világban, akiknek komolyan veszik a értékeit, ítéleteit, az értékeit, a becsülés. Tehát az már értékmérő akkor, igen, hogyha van akkor, a kép. Igen, és akkor így bekerült egy képem a Báva aukcióba, amit így nem nagyon tudtuk, hogy ez most ennyire nagyon meghatározó lesz, és féltünk is, hogy talán nem, de mivel már ugye előtte volt egy-két képem komolyabb nemzetközi gyűjteményben, ezért ott nagyon-nagyon magas áron kelt el egy kép, és
az egy olyan átütés volt valahogy, hogy utána már megkerestek más aukciós házakból, és akkor így valahogy elindult egy ilyen felfelé tornászás. Figyelj, ez egy füstölt bivaj gomolya. Nagyon szereted a sajtokat? Igen, én imádom. Tudod, mi gondolkodtam, hogy a siker, hogyha így szeretnénk megfejteni... Csinálok a fiúknak is, jó? Hát jó, megengedem. Nagyon szép képeket fognak készíteni. Igen. Ez vett fenyegetésnek, csak szólok. Én valóban így volt, hogy amikor a szalomban dolgoztam, én azt sose engedtem meg magamnak, hogy ne képviseljem méltó módon a saját márkámat. Hát ezt én sose engedtem meg magamnak, mert úgy éreztem, hogy ezzel magamat becsülöm meg. Mindig öltönyben dolgoztam, és mindig hosszújúban, tehát nem mentem el. Tud. Nagyon jó pofa volt, mert volt egy fiatal ember, aki szintén ruhatervező volt annak idején. Ment az Andrássy úton, ezébe mezitláb, rövidnadrágba, kerékpáron, és akkor azt mondta nekem egyszer, hogy hát neked milyen könnyű, mert azért a te ruháidat megveszik. És akkor hát így gondolok, és hogy igen, mert hogy te jó pénzt kérhetsz a ruháidért. És akkor így arra gondoltam, hogy szegény fiú nem tudja, hát meg kéne neki mondani, csak nem akartam megbántani, hogy hát édesem, hogy amíg kerékpáron jársz az Andrássy úton, mezítláb saruban, rövid nadrágban, addig nem is tudsz eladni 100 000 forintért egy ruhát. Mert te is a márkád része vagy, az imidzsed része vagy. A személy maga az imidzs része. Kik ma szerinted Magyarországon a példaképek, és a társadalomnak milyen felelőssége van abban, hogy kiket választ példaképül szerinted? A példakép az egy relatív dolog, mert aki azt az embert követi, aki szépen ki tudja festeni a száját, annak az a példakép. Nem feltétlenül mindenkinek Csajkovszki a példaképe, vagy Petőfi Sándor, és ezt sem lehet senkin számon kérni, mert ez is kulturáltság, intelligencia, műveltség kérdése. Ez egy világjelenség különben, hogy most az érték és amit értékesnek tartunk, ami mondjuk klasszikus érték, az devalválódik. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Hú, hát lement az első adás, és óriási megkönnyebbülés, remélem tetszett, és köszönöm a visszajelzéseket, hát nagyon meghatódtam. Eddig rajtam volt a sor, visszatértem és készítem a műsorokat, ahogy ezt kértétek tőlem, de most már nektek is kell tenni azért, hogy legyen újabb és újabb sikertörténet. Ma a világ arról szól, hogy akkor tudsz hirdetőket és támogatókat találni, hogyha kellő számú feliratkozód van. Azt számít, hogy kinek hány feliratkozója van, kit hányan követnek és lájkolnak, szóval ezt határozza meg, hogy jönnek-e hozzánk a hirdetők vagy sem. Mivel a műsor most indult, nagy szükség van rájuk, hiszen ezt a műsort mi tartjuk fenn, költségfinanszírozott, vagyis nekünk kell előteremteni a költségvetését. Tőkénk pedig akkor lesz a folytatáshoz, hogyha ránk találnak a hirdetők. A hirdetők szeme viszont csak a követők számára kerekedik ki, meg a feliratkozókére, szóval iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek engem az Instagramon, mert mi továbbra is szállítani szeretnénk nektek a sikertörténeteket. Mi volt az életed legnagyobb sikere? Valahogy mindig úgy voltam a siker fogalmával, hogy a siker az soha nem lehet cél, az csak egy következmény. A hosszú, kitartó, színvonalasan elvégzett munka következménye. Mitől lettek olyan értékesek a ruháid? Tehát, hogy mikor érezted azt, hogy elkérheted értük azt az összeget, ami a valós érték? Mert bizonyára nem első alkalommal mondtad egy ruhára azt, hogy 1 millió, 2 millió, 5 millió. Annyi nem is volt sose egyébként nálunk egy ruha. Tehát, hogy mondjuk csak azért, hogy ugye tisztázzuk ezeket a dolgokat. Tehát annyi nálunk nem is volt sose egy ruha, de
ez fordítva történt, képzeld el. No. Mert ez úgy történt, hogy amikor elkezdtünk dolgozni, akkor én azt mondtam, hogy én nem szeretnék olcsó alapanyagból dolgozni. És akkor, amikor ebből az alapanyagból elkészült egy ruha, abban a minőségben, ahogy mi azt elterveztük, és elkészült a ruhának a kalkulációja, akkor ahhoz, hogy ugye rá tudjuk tenni a forgalmi adót, meg ahhoz, hogy valami hasznunk is legyen rajta, hát bizony kijött egy szép összeg. Na, ezt a szép összeget először úgy tűnt, hogy ilyen Mission Impossible elkérni? Igen. A magyar emberektől? Igen. Hát mondtuk, hogy akkor ezt ennyiért kell kitenni, és akkor majd meglátjuk, hogy ez ennyiért kell, vagy nem kell. És akkor kérlek szépen, megjelentek azok az emberek, akik tudták azt értékelni, hogy ez olyan alapanyagból van, olyan technológiával van, kívülbelül ugyanúgy néz ki a ruha, ugyanolyan minőségben van megcsinálva a külseje, mint a belseje. Ők is vettek egy levegőt, és ők is, és kifizették a pénzt. Egyébként a fénykország az akkor volt körülbelül, amikor például az operabálon 49 ruhátok volt? Olyasmi, igen. Aha. Igen. Tehát ez azért sok éven keresztül tartott, szóval azért ez nem tiszta virág életű volt. Nem. Pont egy nagyon rossz paszból sikerült visszajönnöm, hanem hülyék vagytok, egy hét alatt 3 kilót kell fogynom, futottam, mint az állat, de még takarom azért magam, hogy nehogy nálaim. Mindenki be van tőlem tolva pedig. Hát mint a állat. Judit, nézd ide. Na, úgy. Akkor kézzel ez ilyen egyszerű? Igen, kézzel belenyúlunk a forró serpenyőbe, de ezt ne csinálják utánam. Na, azt ne. Még azt, nem, hogy ezt rendes salátákat kell tenni, nyuszika, tehát mit nem iszik. Azt hittem díszítésnek. Ne, de hogy díszítésnek, ez maga a koszt, anyukám. Kis tányér, nagy pohár, sok zöld. Ez a koszt. És akkor nem kell futnod feleslegesen órákon keresztül, hogy 3 kilót fogyjál. Az anyád hétszentség, nézzétek, üt, ahol tud, megtalált. Anyukám, érted, eszünk? Nem, azért jöttünk, hogy malmozzunk. Hát ezt meghívtál, érted, én jöttem enni, végre eltek. Jó, egy kis pakolás jó lett volna azért, nem? Hát lehet, hogy még rám fért volna egy kis pakolás. Hülyeskedek! Igen, na jó. Csak van. Azért, hogy... Na ide hallgass, na mit szólsz? Jó, akkor most szépek a fények, nem? Kedves egészségedre. Egészség. Akkor ezzel kocintunk. Később pesgözünk. Később pesgözünk. Jó. Volt olyan dolog az életedben, amit nem kiengedtél a kezeid közül? Minden kontrollálta. Hú, de nagyon megbántam mindig, mikor kiengedtem valamit a kezem közül. Nekem muszáj, érted, fogni ezt a történetet, mert akkor mindig úgy érzem, mert nekem állandóan ez volt a problémám, érted? Mindig azt hittem, hogy majd én jobban tudom, de aztán mindig kiderült, hogy tényleg jobban tudom. Nem. Van, amikor nem tudom jobban, de azért muszáj, hogy ott legyen. Jó, de egyszerűen elfogysz. Hát el is fogytam sajnos, igen, elfogytam, mert nem bírtam ezt a hajszát, hogy együtt volt akkor a tévé, az üzletek, külföld, reggel mentem mindig, mire már műsorkezdésre, akkor kiosztottam a stylistoknak a napi dolgokat, meg ruhákat, akkor vittük, hoztuk, munkatársaim cserélték, akkor utána... Repkedtél Barcelona, Berlin, igen, minden vissza. Héten mentem Berlinbe, csütörtökön este, szombaton vissza, mert akkor meg volt már a szombatesti láz, közben a színésznőkkel vívtam az asszót, érted, hogy felveszi a türkis színű bugyit, vagy nem veszi fel, mert neki X-alába nem áll jól. Hát, mit mondjak? És akkor ez így általában, ez így reggel, mondjuk, mit tudom, én keltem egy ilyen 5:30, és akkor olyan éjfél körül értem haza. És az éveken keresztül ment ez a történet. De biztos, nem is tudom, hogy ezt hogy lehetett végigcsinálni. Na, hogy biztos volt olyan pont, amikor az ember azt mondja, hogy fejben is blokk, tehát, hogy érted, lekapcsol, vagy a szervezeted mondja azt, hogy ezt most megállt, parancsolsz. Tehát érted? Biztos, hogy van ilyen. Tudod, Judit, veled is volt ilyen? Volt.
És tudod, hogy mi volt a legnagyobb probléma? A legnagyobb probléma az emberekkel volt. Az emberekkel volt a legnagyobb probléma, nem a munka volt a sok. Mert hogyha valaki szereti a munkáját, szereti azt, amit csinál, érted? Akkor az nem tud sok lenni, mert hát élvezettel csinálja, imádtam alkotni, persze. Szoktam mondani, ha intelligencia van, minden van, ha intelligencia nincs, akkor semmi sincsen. Kérlek szépen, ez avokádó áfonya meg a sajt. Tessék. Ja, csináltam. Nem ismertem fel. Ezt csináltam egy ilyet. Na, légy, igen. Szíves, köszönöm szépen. Ez nagyon finom lesz, majd megnézed, mert ez mézes. De a balzsemetet egyébként is mézes. Hát egyébként is, de ebben ráadásul van fügelekvár is, meg van méz. Na. Gasztrotündér is vagy? Tehát ehhez is, érted, ehhez is nem értek én ehhez, érted, csak szeretem, hogyha finom az étel. Ugye milyen finom? Na, mondtam. Néha az az érzés, hogy így magadba elbeszélget. Ja. Te figyelj! Mindig szoktam mondani, hogy önmagam számára a legmegbízhatóbb társaság vagyok. Mindig tudok reagálni a hangulataimra. Tudod, mindig a tenger mellé vágytam. Uh-huh. Valami miatt, nem tudom, tehát alföldi gyerek lévén is mindig azt mondtam, hogy én, ha megöregszem, én szeretnék a tenger mellett lakni. Jé, de most megöregedtél, vagy várján? Hát, de pont ezt akartam mondani, hogy viszont úgy sikerült a tenger mellett laknom, hogy nem öregedtem meg. Mi a titok? Na, mi a titok? A sok munka. A sok munka. Jó, meg a kapálás. Meg a töri a kezedet? Igen. Uh-huh. Azt imádod te is, nem? Ha töri. Az a jó, ha kényelmetlen. Igen. Igen. Akkor igen. Az mindig ha jó. Fáj. Valószínűleg a befektetett munka miatt. Tehát, hogy akkor érzed azt, hogy figyelj, annak súlya. A sok munka a lényeg. A sok munka a lényeg. Szerintem, hogy valamit mindig az ember csináljon, valamit mindig akarjon létrehozni, valamit mindig akarjon megteremteni, hogy alapvetően nem a pénzszerzés motivált sose. És én valahogy azt gondolom, hogy az volt a dolognak a lényege egész életemben, hogy nem úgy gondoltam, hogy én akkor leszek valaki, vagy az fog engem identifikálni, hogyha pénzem van, meg sikeres leszek, meg ez az egész a munkámnak a következménye lett. Károly? Kárló? Kár... Ó! Beülnek, figyelj izébe. Igen. Gyerünk. Gyere, Oszika, gyere ide. Oszi, gyere. Oszi, Oszkár, gyere ide. Tamásnál augusztus elején jártunk. Épp akkor fejezte be a nagy sikerű trilógiájának utolsó kötetét. Te ide az elmúlt hány hónapban voltál bezárva, vagy bezártad saját magad igazából? Három hónap. Börtönben. Azért ez nem rossz börtön, tegyük hozzá. Na jó, hát túléltem. Csak inkább az volt a rossz ebben a dologban, hogy minden nap kellett egy teljesítményt csinálni. Mert meg volt az határozva, hogy mennyinek kell meglenni egy nap. És akkor ezt végig kellett csinálni. De hogy ez azt jelenti, hogy te így leszögezted magadnak, ugye, hogy 17 oldalnak meg kell lenni egy nap. Igen. És akkor így, ha belepusztultál, akkor is úgy nem jöttél hát, ki? Nem álltam fel az asztaltól. De asztal nincs. Mellett írsz, a WC-n írsz, a teraszon hát, írsz. Hát variáltam már a végén, mert mindent. Már a kezem, a derekam, az inhüvelygyulladás a csuklomban. De látod, az is írás közben még az is megszűnt. Egy kicsit hasonlít ez a versenysporthoz is egyébként. Én is, mint minden kisgyerek sportoltam, és cselgáncs volt, ugye? Igen, és nagyon jó dolgokat lehet ebben megtanulni. Többek között például azt, hogy soha semmit nem adsz föl. Kicsit azt érzem, amikor így beszélgetünk, és ami szerintem így az én, hogy ellenséged neked sok lehet, de ellenfeled nem sok.
Hát nem tudom, ellenségem van bőven, az biztos. Az biztos, meg én már megszoktam azt, érted, hogy sokan kedvelnek amúgy egyébként valóban, de legalább annyian vannak, akik nem is kedvelnek, de hát mondjuk ez engem nem érdekel, ez csak nekik baj, hogyha esetleg nem tanulnak, mert pont az a dolognak tudod a lényege, hogy megnézel egy másik életet, egy másfajta világot, és akkor abból leképezel valamit, és nem véleményt alkotsz, nem minősíted, nem azt mondod, hogy az egy hülye, az egy szerencsétlen, az egy ilyen, az egy olyan, az egy amolyan, hanem hogy te mit tudsz abból magadévá tenni, mit tudsz abból hasznosítani, mit tudsz abból tanulni, mit tudsz a magad javára fordítani. Ha semmit, akkor elengeded, elköszönsz tőle. Ha meg valamit, akkor azt kiveszed belőle. De szerinted? És most próbálok, várjál, úgyhogy nem véletlen rosszat mondjam, mert akkor tényleg kukába dobhatom a műsoromat. Hogy van-e értelme annak, hogy számomra fontos, értékes embereknek az életútját mutatjuk be, azért, hogy az emberek talán kivehessék, tanulhassanak, amit az előbb elmondtál, érted? Hát igen. Én nem lehet azt mondani, hogy nincs. Igen, de biztos, hogy van ilyen, de nem ez az általános hitel. Hidd el, nem tudom, egyszerűen miért jó az nektek, hogy mindig mindenféle illúzióba ringatjátok magatokat? Tehát miért jó ez? Miért jó ez az embereknek is, hogy mindenféle illúziókba élnek, és jaj, ez még nem annyira olyan, jaj, ez még majd, meg izé, meg hozé, meg nem tudom én micsoda. Tehát, hogy miért ellensége az embereknek, és inkluzíve ebben a magyar embernek az, hogy szembenézzen a tényekkel. Tehát miért ringatjuk magunkat illúziókba, hogy jaj, hát a többség azért így, meg a többség azért úgy, meg hogy a nem tudom, mindenféle ilyen, nehezen beszélek erről, mert nem akarom azt, hogy most, mit tudom én rám köpködjenek sokan, de habár tulajdonképpen tök mindegy, de nem is ez a lényeg, hanem egyszerűen most csodálkozó tekintettel nézel rám, miközben hajszál pontosan tudod, hogy az emberek nem akarnak szembenézni a dolgaikkal. Nem akarnak. Pedig mindennek az alapja az az, hogy szembenézek azzal, ami van. Beszélni, hogy az életed nagy kudarca, biztos, hogy volt ilyen, ugye? Mik azok a kapaszkodók, melyek voltak azok a kapaszkodók, amelyek segítettek neked a túlélésben? Az első és legfontosabb dolog, hogy ha az embert kudarc éri, akkor ne kezdjen el hibáztatni másokat. A másik nagyon fontos dolog, hogy le tudja az ember vonni abból a szükséges tanulságokat, és hogyha úgy jön a tanulság le, hogy irányváltásra van szükség, vagy lépésváltásra van szükség, akkor azt ne habozzon megtenni. Mondj egy példát, tehát a te életedben mi volt az, amiből tudtad azt, hogy kudarc, és mi volt az a, tudod, az a szalmaszál, amiben megkapaszkodtál? Én szerencsémre az a típus vagyok, aki nem kollekciózza a ballépéseit, meg a kudarcait, meg a tévedéseit, hanem amilyen gyorsan csak lehet, levonja belőle a konklúziót, és aztán azt valahogy elsüllyeszti. Szüleid elismerték a te sikereidet? Szüleim? Igen. A szüleim, ez egy érdekes dolog, mert az én szüleim nem voltak sose a barátaim, és nem voltak sose a rajongóim. Én úgy gondolom, hogy engem a szüleim reálisan tudtak látni. Tudták látni az erősségeimet, és tudták látni a gyengeségeimet. Nem ostoroztak, de el tudták mondani, hogy mire kell figyelnem, mert ez bizony gyenge pont. Hozzáteszem, nagyon megválogatom azokat a személyeket, akiknek a kritikáját elfogadom. Nekem fontos tisztelnem és felnéznem, arra az emberre, akinek a kritikáját elfogadom.
Külkereskedelmi szakközgazdász diplomával a zsebében az ipari formatervezői képesítést is megszerezte. Tervezett, pályázott és ösztöndíjjal Párizsban sajátította el a ruhatervezés mesterségét, miközben a Divatművészeti Akadémiát is elvégezte. Debrecenből a legnagyobb divatházakig jutott, kelet-európaiként, s mindezt a 80-as évek közepén. Nézelőttem, és egyszer csak mondom, hogy valami nem... Hát próbáljuk meg, hát ha nem rúgnak. Elnézést, belszabad ide jönni, jó napot kívánok! Magyar szó. Na mindegy, szóval addig nézelőttem, még azt mondtam, hogy én nekem ezek a festmények ismerősek erre. Valahonnan. Magyar sziasztok! Kiszól, hogy hello, és néztem, hogy na, akkor jó helyen vagyunk, jó helyen vagyunk. Az van, hogy is mondjam, csak piedesztárra emelve, hogy tehát az a stílus, hogyha én nem értek valamihez, érted? Igen. Akkor én ugyanúgy véleményt alkothatok róla. Tehát ahhoz kell egyfajta intelligenciával rendelkezni, hogy mondjuk... Ne mondj olyan dologról véleményt, amihez nem értesz. Én írogatok könyveket, ugye egyesek szerint. Rendben van. De én nem mondtam azt magamról sose, hogy én vagyok a világ legnagyszerűbb szépírója. Én szórakoztató irodalmat csinálok, de tudod miért? Egyrészt, mert valószínűleg nem tudok szép irodalmi könyveket csinálni, nem is ambicionáltam magam soha. Másrészt pedig én is szeretek jól szórakozni közben, miközben ezeket leírom. Én úgy lettem külkereskedő is, hogy igazából én nem terveztem azt, hogy én külkereskedő leszek, de miután oda kerültem, és ott egy ilyen nagyon jó légkör volt, nagyon izgalmas volt a munka, elkezdtem csinálni, és az valóban egy ilyen hitvallásom, hogy ha már valamit csinálsz, akkor próbáld meg abból kipörgetni a maximumot, hogy az a lehető legjobb legyen. Közben érdekelt a formatervezés, a divat, a ruhatervezés, akkor elmentem egy iskolába, lett egy pályázat, azt megnyertem, akkor elkerültem Párizsba, akkor tátott szájjal figyeltem, hogy zajlik a világ, és akkor ott megpróbáltam helytállni, hogy abban valami legyek. És akkor, mikor hazajöttem, én visszajártam tervezni kollekciókat, meg divatbemutatókat, kollekciót összeállítani, színpadra állítani, kellékezni, tehát a backstage-en dolgoztam. Csináltunk egy rendezvényszervező céget, és akkor a társam mondta, hogy tehát most mi nem csinálunk egy igazi divat céget, egy ruhás céget, vagy nem tudom. És akkor mondtam, hogy de hát minek, hát végül is ez egy ilyen tök jól működő vállalkozás, most mit vegyünk még ilyen problémákat a nyakunkba, de hogy egy ilyen saját márkát, mert jó, hát akkor legyen. Amikor már oda kerültem, akkor már átgondoltam, és volt tudatosság abban, ahogy építkeztem. De hagytad magad sodorni, nem? Bizonyos értelemben igen. Tehát bizonyos értelemben igen. Tehát, hogy vagy a Mary Poppinsban, vagy bármi több megtörténhet, hogyha hagyod. És azon túlmenően meg az is van még, különben, de oda le is ülhettünk egy picit. Az is van még... Ziakoltam csak, hogy mutass már valamit így a képeidből. Na most erről az oldalról is veszünk, gyere csücsen ide. Nem mondom én, hogy rendez, fiatalember érted, itt rendezek. Szóval, hogy azt akartam még mondani, hogy nagyon nagy szerencsém volt abban, hogy ha ez igaz, hogy mi választjuk a szüleinket, hogy én jó szülőket választottam. Tehát ebben nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert miközben az édesapám, amúgy szoktam mondani, hogy morális hagyaték a nap, mint nap próbára tesz, a közben én egy rendkívül elfogadó, ma úgy mondanánk divatos szóval, hogy feltétel nélküli szeretetben nőttem fel a szüleim részéről. Azzal a szigorral? Ugyanakkor hozzáteszem, a dolgokat nem lehetett megúszni. Amit meg kellett csinálni, azt meg kellett csinálni. Meg hát az édesanyád, ahogy olvasom, nem volt ez, aki babusgatott volna, és is sajnált volna. Nem, végig kell csinálni. Igen. És látod, egyébként az egészetnek, tehát hogy tulajdonképpen az egészet nekik köszönhetem, mert a szüleim tartásra és kitartásra neveltek.
valószínűleg én ezért nem tudok mit kezdeni, és ezért is volt ez a kvázi elmenekülés, mert én egyszerűen nem tudok ezzel az állandó kritizálással mit kezdeni. Valószínűleg ez is egyfajta otthoni minta, mert az én szüleim soha nem beszéltek másokról. És amikor elindult ez a közösségi médiázás, meg elindult az én televíziós szereplésem, meg nem tudom micsoda, és így ömlött rám kéretlenül ez a, most akkor parókája van, nincs parókája, izé, túl sovány, túl kövér, műfoga van, nem műfoga, izé, nem. Tehát amikor ömlött rám ez az egész történet, és szóval erre a szüleim nem tanítottak meg ezt kezelni. Mivel ők maguk se voltak ilyenek sose. Ennyire lent van ez az egész. De most tényleg komolyan. Tehát az egész elmúlt 40 évemből ez ragadt meg, akkor tényleg tök fölösleges otthon bármit is csinálni. Mert hogyha az elmúlt 40 évemből ez ragadt meg, akkor vagy én csináltam valamit k***a rosszul, és ezt pedig nem szeretném hallani, mert szerintem nem. Vagy nem a megfelelő közeget választottam. Rengeteg mélypont volt az életemben, de mindig azt gondoltam, hogy valahogyan abból ki kell jönnöm, és noha arról az emberek nem sokat tudtak, mégis ezeket tartottam a legsikeresebb dolognak az életemben. Péterfi Juditot a Futuril öltöztette. Partnerünk az Artmedic esztétikai és plasztikai klinika.